Szevasztok, srácok, Zolmai üdvözlök mindenkit, és ez itt most a Wild vasárnap, és hogy ne hagyjuk ki a legjobb dolgot a mai játszásból, ezért ez egy Shadervokkos Jade Shaman. Ugye elmondtam már, hogy nem nagyon szeretem azt, hogy mindenféle olyan deckkel játszok, amiből megvan már az arany hős, de ez most tetszik, a Shadervok erős, főleg ugye standardben, Wildban vannak erősebb alternatívek, viszont nagyon sok, nagyon hasznos battle cryunk van, amit ez a remek lap nekünk tud itt nekünk sokszorozni, úgyhogy ezzel fogunk most játszani létrán, aztán majd megnézzük, hogy meddig megy, hogy mekkora jade-eket tudunk igazából kiidézni, meg hogy egyáltalán tudunk-e vele nyerni, meg tudunk-e mondjuk rank 10-ről felfelé lépkedni egy picit, nem túl sokat várok el tőle, de az nagyon. És természetesen Shaman Mirror, és nem számítok arra, hogy az ellenfelünkről értelmes listával játszik. Valószínűleg valami undorítósággal. Itt most mindent eldobok kb. Szeretnénk kicsit lerohanni. Mert hogyha sikerül a dolog, akkor elő tudjuk adni a full agro sámánt. És akkor annét így jók lehetünk. Hát ez majdnem az. De jó lett volna most így másodiknak menni egy coinnal. Na mindegy. Valami csodás overlay itt van fölötte, szerintem a... Igen. Az Innkeepernek az overlay-je itt van fölötte, nem látom. De legalább foglalta a helyet. Nem akartam nagyon megtolni, mert hogyha itt divolva vagy bármivel játszik, akkor így rossz lett volna mindkét totem golemet kirakni. Így most szerintem a Flame Tank is játszhat, meg a totem golem is játszhat, vagy ha valamilyen van, akkor a Lightning is. A Lightning-gal is kövég békülve egyébként. Ezt szerintem simán meg tud történni, hogy megcsináljuk ezt. Meg ezt. Vagy csináljuk így. És reménykedünk, hogy nincs nála Devolve. Nem mondjuk egy lehetőség. Your magic shall not save you. Nem rossz, nem rossz. Viszont akkor ő valami csúnya control shaman, vagy hát a fene se tudja. Lehet, hogy ő is egyébként Shadervokkal játszik. Most ez meg bizony nem az, amire te számítottál. De egy kis törvénye semmi. Wow! Micsoda sorrendek! Micsoda sorrendek! Csinálj meg ezt! Megcsinálhatom végül is, nem? Ugye nem tud clearelni, és most így gondolhatja azt, hogy most Bloodlust van nálam, és meg fog halni, ami nyilván nem igaz. De így most ki tud menni a Chieftain, vagy a Drake és a fegyver. Letárom nyilván nincs. Szép. Ezt mondjuk most jól megtolta, ami azt illeti. Csináljuk már meg ezt. Hát akkor ezt csapjuk le nyilván. Egy kicsit meg lehetett trédelni. Aki meg elvettük az egyik doppelgangster párosát. Az így nem. Mondjuk egy Hero Power-t nyomhatott volna előtte.
Fel lett volna rá 33%-os spell damage, mert ugye az egy-egyet kihagytam. De így is high roll-olt, tehát nem volt rá szüksége. Wow, flame tank to flame tank, de csináljuk már meg ezt. Leszedjük ezt. Kisebb esélyt kapjam tauntot. Viszont most Drake-nek kell jönni, mert kezdek nagyon kifogyni a skulóval. És az eléggé kellemetlen. Jó. Tudunk-e bárhogy letálisak lenni? Nyilván nem. Mennyi kéne a letálhoz? Csináljuk meg ezt először. Így ez plusz kettőt adna, és vele még lehetne. Azt nyilván ki fogjuk most várni még szerintem. Jó, lapot nem ad, de megyünk arcra. Ugye aját meg ki kell játszani, hogy legyen még egy 4-4-esünk, és utána csináljuk ezt a csodát. Most divolvolhat még minden, nem érdekes igazából. És ott a DK. Most ugye Hex-el így a kezem elég bátor vagyok. Az jó. Mit ölünk meg? Hát mondjuk őt így le lehet békázni szerintem, nem? Jó, a nagy poént nem várjuk ki, hanem bemegyünk arcra. Meg most Shadowwalkot meg lehetett volna csinálni, nem akartam vele kockáztatni, hogy elveszítjük a meccset. Véletlenül játszik Bloodlust-tel, és akkor így meghalunk. És a győzelem azért mégis fontosabb, mint a vicceskedés, ugye? És mit csinált volna? Hát idézett volna a fegyver miatt egy Battlecry, az egyik Chieftain miatt idézett volna, és a Drake miatt húzott volna egy lapot, az annyira nem acélos. Körülbelül ennyi történt volna. Még ha az aját kijátszottam volna, akkor ez már 3G, de az asztalon az van nem annyira rossz. Morgo versus Mael. Hát és egy szegény csapda az ellenfelünk. Ezeket így meghagynám. Még Rogue ellen a low tab jó, különösen, hogyha ő Miracle, de hogy... Mondjuk így nem tudom, mit csinálunk. Tehát ezt így nyilván nem coinoljuk ki. Jó lenne most ezért húzni egy troggot. Az előbb is így játék felénél sikerült felhúzni, de remélem most előrébb fog. Így sokkal. Mondjuk így most. Hát ez nem az. Csak az arc. Hail, friend. Na hát, és a rúgka. A híres ravaznik is érkezett. Azt nyilván nem fogjuk lebékázni. És lehetett volna ez... így bármi. Csinálj meg ezt, ja. Meg csak még gyógyulni úgyse tud. És akkor köv-körben mi a strommal fixek. Jók vagyunk. És így meg különösen jó. A hallucinationből lesz szedte ki. Na hát, ez egy szép board clear. Azt hiszem egy kicsit elgrívizte a főnök. Wow, és van egy misszajánk. Próbáljuk meg megvédeni? Próbáljuk. Sikerült.
Ez többet csinál talán. Jó, ha backstabja van, akkor semmit nem csinál. Wow. A róka koma. Na gyeretek is ravazni. Hadd csapjalak le. Coint ki akarom eljátszani most, hogy hármat üssök vele arcba. Vagy hát kettővel többet, de szerintem nem. Reméljük nem ezen a kettesen fog múlni. És egyelőre greedy vagyok még a coinnal, mert az overloadok miatt ki tudja, hogy mi az, ami összejön. És azzal a deckkel játszik az ellenfelünk, amivel én tegnap. Ez elég jó. Na. Na csapjad bele szépen, úgy kell azt. Üssöd, vagy. Ügyi. Ugye több AOE-t nem játszhatok el nagyon. Viszont kellene nekem, nagyon kellene nekem, lassan a Shadow Walk. Wow. Micsoda játszás. Wow. Az enemy secreteknek a megölés az nem csinál semmit. Viszont ez egynek igen. Ezt megöljük. Ezt kivesszük. Jó helyre persze. Mindegy, elnéztem. Ez nem már csak ilyen. Valószínűleg úgyis meg fog halni egyébként, de hogy nem magyarázom bizonyítványt, azt a túloldalra kellett volna rakni. Ja, pont erre számítottam. Hát micsoda dolgokat művel itt a kedves játékos társ. Az nem rossz. Nyomunk egy Hero Power-t, akkor 4 manánk marad, viszont az 2-vel fog kerülni. Ez így szerintem megéri a hülyének is. Ez mekkora velpet idéz? 1-1-2-1-est, akkor ezt megcsinálom. Jó, most beleüti, ugyanott lesz HP-ban, de őt nem. Jó, lehetett volna Hexen, de szerintem annál azért nagyobb fenyegetések is vannak, mint hogy erre használjunk egy Hexet. És tudok gyógyulni, és mindjárt. Mondjuk ennek a Battle Cry-t lehet, hogy eljátszana még miatt kimi a Shadow Rock. Elvileg Rogue ellen ugye nem tudom, hogy játszik ez a deck a saját szikretjeiből. Nem hiszem. Tehát amit én láttam, ugye az nem játszotta. Meg ugye hát nyilván elég sok húzott lafon még nála. Vagy hát... Na mondjuk nem, mert kb. Kijátszott mindent. Jade Claw-t húzott, Wow. De akkor mi nem erre? Wow. Hát micsoda dolgokat művel. Azt is szeppeli. Ez elég szép. Csak így arc, ha meg ne halljunk. Hát lehet, hogy itt bajba leszünk, mondjuk nincs több szepje. Jó, Slayer-e van valószínűleg, de hogy... Na, még egy idegen lap, és akkor megint 8-2-es fegyverre lesz, ami igencsak vicces. Kezdődik. Szép nagy fegyverre lesz, úgy látom. Van nála, gondolom, valami prep vagy ilyesmi. Nice.
Még saját lényt tudok hexelni, ha kell. Tehát mondjuk őt. De ugye ebből is lesz mindjárt. Szép. Van a kezében akkor még legalább ezen kívül három random lap. Egyébként ez a deck ellen legalább annyira esélytelen vagyok most. Mint a legutóbb a... Na, taunt. Sosem taunt. Oké, lehexelem-e a saját lényem? Basszus, le. Le, mert így félek. Jó, ha Ven is van nála, akkor nyilván ez így szar. Leroy, Ven is nem fér ki együtt. Mindkét szepje meg volt. Kell két Wildspine a kezébe, de az még mindig kevés. A lapokat kaphatott tőlem, hát ha megkapta a Lightning Boltokat, meg a Lava Burstöket, akkor ugye tud nyerni. Ez egyelőre nem annak tűnik. Igen. Jó. Ez egy taunt. Játsszuk ki defenzíven. Egyébként tök jó, hogy ez a deck játszik úzzal, de hogy így sehol nem láttam még. Vagy ez nem ez a deck volt? Nem, ez nem ez a deck volt, ez egy tök másik deck volt, ami úzzal játszott. Nyilván kijátszik még egy dolgot, akkor megint upgrade-elődik a fegyvere. Jó játék. Nem taunt. Jó. De ő előbb húzt roggot randomba, miből kapta? Svezhulgrából, tehát randomra kapta basszus. Nekem még így felhúzni nem sikerül a deckem feléből. Ez zseniális ez a deck. Spelldom, de igazából tök mindegy, nem? Ilyet? Anyád a well played. Nyilván semmit nem húztam fel, amire a deck épült. Tehát, hogy így... Nem is tudom. Ugye a laphúzáson lének húztam volna bele, mert hogy az azurdrékek azok nem kellenek. A chieftaineket ugye minek húztam volna föl. A lótevet minek húztam volna föl. A shadderwokot minek húztam volna föl. Ugye volt a speakerről egy volt, tehát abból hiába vártam kettőre. Jó, de azt hiszem ez lesz ma az utolsó, és akkor így kitaláljuk ebből a három meccsből, hogy most így ez jó vagy nem. Ilyen hatalmas mintán, ugye? Na hát, Hunter ellen zseniális. Azt hitte, hogy egyébként hardcore shadderwokosok vagyunk, hát nem. Nem baj. Na tehát akkor ez a deck jó. Mármint, hogy nyilván játszunk még egyet, de hogy köszönjük szépen az aranyat a Hunternek. Még egyébként a Hunter elvileg jó a shadderwok sem, hanem főleg a hát nyilván a face buildek, a lassabb buildek általában nem.
versus Arthas. Na de egyébként a Jade Spiritet most látjuk először. De azt hiszem, hogy nem tarthatom meg. Egy négy vonás lap az nagyon lassú, egy olyan meccsában, amit tudjuk, hogy elég agro, és hát nyilván Maelstrom portát miért húznánk egy olyan deck ellen, ami egy HP-s lényekkel játszik. És miért húznánk egy dropot, mert ugye a deckünkben csak az van. Na jó, nem ez nem igaz. Természetesen. Ugye Wild-ban vagyunk, tehát itt játsz a Rally Blade-del, meg ilyen aljasságokkal. Kérdéses, hogy rank 10-en, kedves barátunk, mennyire játszik Wild-ekket. Azért a mustár, az hát. Na, és akkor most kell némi ezt romportál. Na, így nem picurkát, hanem így eléggé. Lightning Storm-ma is kiegyezek. Az egyik sem az basszus. Így kell csinálni? Jó, és akkor innét most így ezekből melyiket tudom kirakni? Tehát így kirakni sem tudom egyiket se. És kirakhattam a Flame Tangot üresbe, de hogy az nagyon szar. Most innét lehet azt csinálni, hogy dobok egy lótebet, de konkrétan azzal mit akadályozok meg? Hát inkább és semmit. De hogy meghaltunk, mert hogy mi a Strong Portát nem sikerült felhúzni. Nála meg így a tökéletes kezdés ott van. Na végre! Nyomhattam volna előtte Hero Power-t, és akkor az sebzett volna kettőt, de tök mindegy. Így meg főleg, igen. De mindegy, mert hogy odarakom majd a... Wow, ez a random dragon, ez elég jónak tűnik. Nem fog ütni nyilván, hanem megy arcra, és akkor a Flame Tang-gal majd letrédeljük. Wow! Így nem trédelünk, igen, és leüti. Így meg teljesen mindegy volt, hogy két HP-n van, vagy hármon. Most... csináljuk ezt. Így, hogy Divine Shield-je van, így a legjobb az, hogyha felkészülök arra, hogy ne tudjon level up-ozni. Nyilván a Quartermastertől nem ment meg. Az, hogy kint lesz egy 2-2-es taunt, az meg semmit nem csinál, ezt tudjuk. Az sem csinál semmit. És kikaptunk nyilván. Tehát, hogy az tök mindegy volt, hogy most egy HP-n van, vagy kettőnél te túl, ugye? Tehát ugye az a Hero Power, az lényegtelen volt, ezen kívül meg minden más ott volt nála. De egyébként én is így húznék ez a decket, tényleg csak ezzel játszani. De amikor én játszok, akkor nyilván csak U-blokkokat kapok, természetesen. És nem egy ilyen meme decket. Mert egyébként tök jól működik a matchmaking, tehát hogy fogta, megnézte, hogy a Shadow Rogue benne van a deckembe, benne van, akkor adok egy counter decket. Hát köszi szépen, nagyon jól sikerült. Csak hogy ez a deck, ez nem az a deck. De ez mondjuk őket nem érdekli. Na, és remélem még egyszer megkapjuk ugyanezt a szerencséskező embert, hogy így még csillagokat... Na. Na és akkor most jön a Shudder okos Mirror, természetesen. Nála ott lesz a legdurvább High Roll lista. Azért tartottam meg a Jade Lightningot, mert úgyse kapom meg az egy dropot. Tehát hiába keverem le, az legalább valami fajta leszedés, amiből még Jade-em is lesz. Most kezdhetek Coin-Totem Golemmel. Kérdés az, hogy feltétlenül megéri-e. De nyilván első körben nem fogok troggot húzni. Te még szülj egy kört a lapjaiddal, légy szíves, és cseréld le az összeset persze.
Egyébként az előbbi Hunter győzelem után kellett volna abba hagyni, miután feladta így a srác. Na, pusholunk így early-ben. Mert két mana, ugye a Hex már három mana, tehát még Hexese lehet nagyon. Most legjobb, amit csinálhat, hogy rollol egy totemet, ami egyébként taunt, tehát ugye azzal jár a legjobban. Én kihagyom a második kört, ugye? Wow, control, de nem control sem van, ez is a Shadder okos lista, csak... Csak én nagyon lassan kezd. Nyilván. És itt milyen jó megoldás, az, hogy kirakom. És egy következő körben garantáltan nem tudok. Na, mit rollolunk? Tök mindegy, nem? Ja, ezt most eldobom. Azért, hogy üt, amit üt. Egy HP-ja valószínűleg lemegy, ha nem, akkor majd az egy-egyen leütjük, és akkor lightningozunk. Jó, és az így sokkal jobb. Ez az, köszi szépen, tesó. Az így szép volt. És akkor viszont most jött a 4-4, mint a 7-7. Így nem jön. Így ez egy Hex. Ez egy bizony egy szép nagy méretű béka. Na és akkor most jön a... Ó, azt hittem a szúnyog jön. És ezen hogy megyünk át? Így nagyjából egyébként sehogy. Csináljuk meg ezt, hátha. Ez mondjuk tök jó. Ennél jobb egy dropot szerintem nem lehet kapni, kb. A Kvaldir az egyetlen, az ugye egy HP-val nagyobb még. De ez egy eléggé high roll. És akkor most a szúnyog... De ne már! De mi a szar ez? És most még a Chieftain se tudom játszani, mert kijátszom a Chieftaint, mert nyilván nem tudom, na de mondjuk aját ki lehet. Elég komolyan vette ezt a dupla Battle Cry-os dolgot. Jó, most ez valószínű Chieftain. Kellemes. Hát mondjuk, ha nyomok egy Hero Power-t, akkor kimegy mind a kettő, de nem érdekel. Abba valószínűleg akkor ki tud jönni még egy Jade. Akkor kimehet még a Chieftain, és akkor utána lehet a Shadow Rock. Jó, hát nem a világ legnagyobb érték kinyerése, de hogy valami. Eddig nem láttunk nála a vágyos dolgokat. Úgyhogy ez még simán lesz standard lista. Jó. Szerintem kár voltál. Kicsit. Most úgy érzem, hogy ez így overkill. Mert hogy ez most megtörténik, és ez is. És kövkörben azok ki tudnak menni kb. Ingyen. Bár amennyiben ki akarom rakni őket, nem biztos lehet, hogy Shadderbokat rakom ki inkább. Ugye ebben elvileg nem játszunk Murmuring Elementált, ha jól emlik a dolog, úgyhogy... ja. Itt abszolút nincs Murmur Elemental, és Jade Close, meg nem húztuk fel, pedig azzal elég szép lehetne a Battle Cry. Na most innét lenne bármi buffolásom. Szép high roll. Na jó. Wow. Most innentek csinálunk egy ilyet. Ilyet. Hát és ott a főnököt. És még egy.
Ez nem a világ legnagyobb Shadowrock-köre, de ez jó. Ez nem OP, ez csak így erős. Igen, és? De meghaltál, főnök. Ez így nem jött, tehát így a matek az nem volt meg, hogy történik egy ilyen. Történik egy ilyen. Meg bárhogy máshogy meg lett volna, hex nélkül is. Hát ez egyébként ilyen, amikor nem húzza fel a felső 20 lapból a Shadowrockot. Vagy csak greedy volt és nem játszottak, én nem tudom. Hát erre a deckre muszáj azt mondani, hogy ez közepes. Ez 50% alatt teljesített egyelőre. No nem baj, ettől függetlenül nyertünk vele legalább kettőt, a Huntert nem számoljuk bele. Ez lett volna most Szintinek, aki egyébként a Hearthstone egyik adminja, saját készítésű Jade Shadowrock Shaman deckje. Ha megvannak a dolgok hozzá, akkor játszatok vele, ez egy drága deck egyébként, nem a legkompetitívebb a létrán, úgyhogy csak óvatosan, ehhez ne craftoljatok semmit, de hogyha megvannak a dolgok, akkor dobáljátok be, játszatok vele, fun, interaktív, ugye, mint tudjuk. Ez van. Nagyon van, találkozunk hétfőn, valami teljesen mással, valami nagyon standard dolog, és akkor elkezdünk belemenni már hétfőtől a standard metába is, mert ugye mióta kijött a kiegészítő, nem standardeztünk, na de majd, hát kivéve ugye a pénteki random streamet, de hát arról sokkal lemaradtatok. Nagyon van, sziasztok!